Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, egy zsidó tanácsos. Ez ének idején fölkereste Jézust, és így szólt hozzá. Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, hiszen senki sem vihet végbe olyan jeleket, amilyeneket te végbe viszel, ha nincs vele az Isten. Jézus azt felelte neki, bizony-bizony mondom neked, aki nem születik újjá, az nem láthatja meg Isten országát. Nikodémus megkérdezte, hogy születhet valaki újjá, amikor már öreg, csak nem térhet vissza anyja méhében, hogy újjászülessék? Erre Jézus azt mondta, bizony-bizony mondom neked, aki nem vízből és szentlélekből születik, az nem megy be az Isten országába. A mai evangéliumban Jézus Nikodémussal, az éjszakai tanítvánnyal beszélget, és az újjászületésről van szó. Na nem a reinkarnációról beszélgetnek, hanem egy másfajta újjászületésről beszél Jézus, aminek vízből és szent lélekből kell megtörténnie. Húsvét, Jézus Krisztus föltámadásának az ünnepe, a mi újjászületésünk ünnepe is, hiszen a keresztségünket is ünnepeljük húsvétkor, a keresztségünk által születünk újjá, születünk meg a Jézusi, az istenes életre. A keresztségünk az a kapu, amely utat nyit számunkra az örök boldogságra, az örök üdvösségre. És hát nagy öröm számomra az, hogy évről évre mindig vannak felnőttek is, jó néhányan, akik ilyen módon újjá születnek, akik döntenek Krisztus mellett, és hát gyerekeket is szép számmal keresztelünk. Ünnepeljük azt, mi magunk is ünnepelhetjük, már régebben megkereszteltek, hogy újjá születhetünk vízből és szent lélekből. István, én megkeresztellek téged, az Atya és a Fiú és a Szent Lélek nevében. János, én megkeresztellek téged az Atya és a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.